Most pedig harmadik szünet után Velkei Szabolcs barátunk fog előadást tartani a Hold Maratonról. Biztos, hogy sokan láttátok, egy egészen fantasztikus dolgokat művel Szabolcs. Egyrészt képes lerajzolni, illetve megfesteni az egész Holdat egy 20 cm-es távcsővel, és valami döbbenetesen szép webkamerás felvételeket is készít a Holdról. Biztos, hogy sokan látták már a munkáit. Tényleg nagyon-nagyon szép képek, úgyhogy a Meteorban 2-3 szerepel talán, nem is jön ki, tehát azt nem lehet visszaadni. Úgyhogy elképzelhető, hogy majd egyszer egy színes mellékletben fogjuk viszont látni. A fekete-fehér képet, jó. Bármint a, igen. Az is szép, fekete és a fehér. Kell villany? Vagy mondjuk... Hát úgyse rám világít, úgyhogy végül is. Nem kell. Bár lehet, hogy itt meg itt sötét lesz. Na most mivel hogy rajzolásról lenne szó nálam is, ezért nem is hoztam semmilyen számítógépes segédeszközt. Most kaptam egyet. Úgyhogy ezzel fogok a táblára rajzolni. Először... Nagyon nehezen lehet, nagyon nehezen lehet letörölni sajnos. Akkor már spórolok a felülettel. Jó. Vagy az főség. Hát bemutatkoznék, mert még valószínűleg sokan nem láttak. Velkei Szabolcs vagyok. Villamosmérnök, és egy évvel ezelőtt csatlakoztam az amatőr csillagászokhoz. Lélekben, meg fizikailag is, mert akkor vettem a távcsövemet, előtte csak ilyen nagyon lelkes, elméleti hold és mélyégvadász voltam. De most azóta, amikor csak lehet, igyekszem én is kintölteni az éjszakáimat és nappal aludni, mint az, hogy gondolom mindenki más is csinálja. Ha már előttem rajzolásról volt szó, utána meg digitális képfeldolgozásról lesz szó, akkor megpróbálok egy ilyen átmenetet vinni a kettő közé. Én amúgy is általában mindent ilyen matematikai és fizikai szemmel nézek, és ahhoz képest próbálok fotózni, rajzolni, meg hasonló dolgokat csinálni. A hangomért meg külön elnézést kérek, tegnap még egyáltalán nem volt, de örülök, hogy most már végre legalább valami kijön a torkomon. Azzal kezdeném, hogy próbálok egy olyan áttekintést adni, amit valószínű, hogy mindenki tud, és mindenki hallott minden egyes eleméről, de így összességében mutatni egy képet arról, hogy hogyan lássunk, és hogyan ne csak nézzünk a távcsőbe, illetve hogy miket lehet ebből a látásból a Hold esetén hasznosítani. És itt most egy kicsit ilyen fizikai, matematikai hátterét a fénynek és a fény fogalmának kéne elmondanunk, illetve hogy milyen típusú fényjelenségek vannak. Most a számítástechnika korábban szerencsére, most elég nagy szerencsém van, mert ezek a fogalmak beivódtak már mindenkinek az agyába. Tehát arról, hogy egy ambiens fény, vagy egy spekuláris, vagy egy radiosity fény mit jelent, arról mindenkinek van véleménye nagyjából. A legkönnyebb és legelső... Jó, mindegy, majd most lesz. Jó. Hát az ambiens fény, ami körülveszi a mi hétköznapi világunkat, az gyakorlatilag a legegyszerűbb, az a szórt mindenhonnan érkező fény, amit a körülöttünk lévő objektumok fényvisszaverése határoz meg. Ez általában ugye a mi szemünk számára megszokott fehér fény, ami egy rengeteg hullámoszt fed le, tehát egy igen széles spektrum a sugárzásoknak. Amit kiemelnék belőle, hogy az ambiens fény az, amit a mi tárgyunk visszaver ebből a szórt fényből, amit egyrészt a légkörről érkezik, másrészt a minket körülbelül nagyon-nagyon-nagyon bonyolult geometriai rendszerből. Nyilvánvalóan a Holdon ezek közül majd egyik se található meg, tehát ilyen bonyolult világ nincs a Holdon, mint nálunk, ilyen kis zegzugos termekkel, meg fákkal körülöttünk, és légköre sincsen. Tehát az ambiens fénynek és az összes olyan jellegű rajzolási technikának, ami erre épül, igazából sok haszna nincsen erre. Én is most kezdek csak rájönni, és pont azért szeretnék erről beszélni, mert tapasztaltam valamit, ami az árnyékolásos rajztechnikán kívül egy sokkal jobb lehet, és majd figyelmébe ajánlom mindenkinek, hogy próbálja ki, mert nekem nagyon tetszett. Hogy milyen fények vannak még, van ugye a diffúz fénylés, ez a radiosity is, amikor egy valamilyen objektum önfénye van, vagy gerjesztett fénye van, ugye a diffúz ködök tipikusan ilyenek, amikor egy adott hullámoszon gerjesztik ezt az objektumot, és akkor az fénylik. Most az összes csillag is hasonló fényt ad, tehát fényt sugároz ki, ellentétben ugye a bolygókkal, akik a fényt csak visszaverik, és akkor el is jutottunk a spekuláris jelenségekhez, ami a fény visszaverődésének a tükröződés szempontjából fontos
dimenzióját nyújtják, hogy mennyire tükörszerű ez a visszaverődés. És ebből a háromféle taktból nagyon jó modelleket lehet készíteni, és az első olyan modellezési technika, a BDRF technika, ami becsapta annyira az embert, hogy már nem tudta megmondani, hogy a valóságot vagy a számítógépes szimulációját látja, az pontosan ezekkel a fogalmakkal játszott. Azzal meghintve, hogy a fény beesési és eltávozási irányára adott egy valószínűségi függvényt. Tehát, hogyha például itt van a felületem, akkor most direkt ide rajzolok, hogy elférjek majd később, akkor van egy beérkezett fénysugaram, amit tegyük fel, hogy nagyon pontosan tudok, hogy honnan és hogy érkezett, milyen spektruma volt. Van a felületem, aminek lesz majd egy elnyerési és egy visszaverődési függvénye, és lesz egy eltért fény. Vagy egy visszavert fényem. Na most a felület önmagában ugye a fénynek a nagy részét el fogja nyelni, és valamilyen hullámhosszokat vissza. Ez adja meg a felületnek a színét, hogy mit látunk általában. És az, hogy mennyit ver vissza az a fényességet, amit a csillagászat úgy hívunk, hogy albedó. Ez is mindenki számára egy hétköznapi fogalom. És van még egy dolog, amiben a számítógépes modellezésben fontos, hogy ez nem egy ilyen tükörszerű jelenség, hogy ahogy milyen alfaszöggel beesett a fény, olyan alfaszöggel fog kiesni, hanem egy véletlenszerű esemény, ez függetnek a felületnek a paramétereitől, és ez a fény véletlenszerűen fog ide-oda vagy amoda visszaverődni, azaz az innen beérkezett fénynek egy része erre fog verődni, egy része arra, ez a felületnek a buzkásságától függ. És annak az a függvény, vagyis valószínűség-sűrűség függvény, ami megadja, hogy hogy milyen valószínűséggel melyik irányba tér el, azt lehet ábrázolni. Valószínűleg egy közel normális eloszlású valami lesz, aminek lesz várható értéke, lesz szórása. Ezt megadhatjuk minden objektumra, és ezáltal lehet nagyon jól szimulálni a valóságot. Ennél mélyebbre már nem is mennék bele. Ez tökéletes nekünk, hiszen a Hold esetében is minden egyes ilyen paramétert meg tudunk határozni ésszel, és a látottak alapján is, és el tudunk jutni arra, hogy amit látunk, annak melyik része melyik fényjelenség hatására van. Most rátérnék ezekre. Ugye egyrészt van a legjobban elkülöníthető és legjobban látható dolog a fény és az árnyék. A Holdon az gyakorlatilag a vakító fehér és a teljes sötétséget jelenti. Ezeket a nagyon éles árnyékokat rögtön észreveszünk, pláne azért, mert a mi világunkban nem tapasztalható, tehát a Földön minden árnyék az sokkal elmosódottabb és gyengébben érvényesül. Mivel hogy a Hold általában szürkének mondható, ezért ugye színekről nem nagyon beszélnék, azt ki lehet emelni egy-egy színes webkamerával a szaturációt fokozva, vagy különböző színszűrőkkel és azokat egymásra építve, de nagyjából a távcsőben szürkének látjuk a Holdat, úgyhogy az ambiens visszaverődött fénynek a különböző torzításáról most nem kell szót ejteni, viszont maradt ez a felületi szóródás, aminek két fontos paraméterét vehetjük észre a Holdon. Az egyik az az, hogy összességében a fénynek hányad részét veri vissza, ami ugye az albedója, és hogy hogyan szórja szét. A visszaverődés, hát jobb ábrám nincsen, ez a legjobb ábra a világon. Hát az albedó az itt látszik tökéletesen, hogy van a sötét és van a világos. Most nem akarok más munkájával tetszeleg ide, de akkor is, tehát ennél jobbat nem hozni nem tudtam volna. Tehát, hogy a fiatalabb törmeléktakaró világos színe, az albedója sokkal magasabb, és ezáltal a fény nagyobb részét veri vissza, mint a szerintem öregebb felszín. Most ha rám belenézünk a távcsőbe és meglátjuk a Holdat, akkor ezek a jelenségek szuperponálódnak. Hát egyszerre látjuk azt, hogy fény és árnyék van, illetve a nap különböző szögben érte a felszínt, és azt, hogy eleve a felszín hogy veri vissza. És ez egy nagyon fontos lépés a grafikában, és a grafikusok is ezt komoly időkig tanulják, hogy melyik melyik. És el kell tudniuk különíteni a két hatást egymástól ahhoz, hogy megértsék a látottakat. Tehát ez egy fontos feladat lenne, hogyha nekiülünk egy ilyen képet elemezni és lerajzolni, hogy először észben próbáljuk meghatározni azt, hogy mi az, amit a Hold felszíne önmagában hordoz magában a visszavert fényről, és mi az, amit az árnyékok tesznek hozzá. És hogyha ez a kép kialakult, akkor sokkal jobban megértjük a felszín geometriáját, és könnyebb visszaadni majd a papíron is a látottakat, még akkor se, hogyha nem vagyunk rajzsenik, meg akkor is, ha rajzsenik vagyunk. Akkor rátérnék még egy dologra, hogy miért úgy rajzolunk, ahogy rajzolunk. Van egy fehér papírunk, itt van nekem a fehér papír, ezen lesz rajta a Holdam, és van egy általában fekete ceruzánk, és próbáljuk megvalósítani azt, hogy a fekete
világűrben a fehér fény miként hat. Tehát szerintem ez botorság eleve, és nem tudom, hogy jó hozzáállás-e az, hogy a mi megszokott kép kivonó eljárásunkat, amikor az árnyékokat rajzoljuk meg, azt alkalmazni egy pont fordított eseményre, amikor ugye a fény érkezik a, tulajdonképpen a sötétségből, és ez lesz majd a technikának a lényeg, amit be szeretném mutatni. Ez nem úgy készült, ez a holdam. Igazából betettem a soha el nem készült munkáknak a mappájába, mert nem is lesz készen, valószínűleg, ugyanis utálok feketére színezni valamit, úgyhogy ez marad ilyen fehér valószínűleg, ameddig a papír megvan, nagyjából ekkora. Akkor beszélnék egy picit arról, hogy hogyan készült. Igazából azért találtam, nem tudom, hova tegyem. Ide lerakjam, ide fölrakjam, vagy nem marad itt sehogy? Nincs rajszög? Na mindegy. Jó, akkor ide rakom, mondjuk teljesen mindegy. Itt megáll. Igazából azért találtam ezt ki, mert... Ja, ez én vagyok. Körbevigyem esetleg? Mindegy. Jó, már majd utána meg. De masszatolhatjátok, mert én is már összefogdostam, meg a gyerekek is már ráköpött. Tessék. Jó. Szóval igazából azért kezdtem neki egy ilyen kis munkának, mert óriási lemaradásom van, úgy érzem, a 10-20 éve már észlelő amatőr csillagászokhoz képest, és fogalmam sem volt, hogy a holdon mi hol van. Ezért gondoltam, hogy pótolom, és annál jobb pótlás nem találtam ki, mint hogy meglerajzolom, amit az előttem lévők mondtak is, hogy sokkal több minden maradt benne az emlékezetünkben arról, hogy mi hol és hogyan helyezkedik el a holdon, mint hogyha a fényképeknek a garmadáját végignézzük. Ezt tapasztaltam. Most sajnos név nincs hozzáírva a távcsőben, láttuk, hogy mi micsoda, úgyhogy ezt továbbra sem nagyon sok minden tudott, csak a 20-30 legfontosabb objektumot a holdon. De hogy mellette még látványilag mi található, az sikerült félig meddig megjegyezni. Most erről annyit, hogy ez a lehető legrosszabb technikával készült, ez egy sima 2B-s ceruzával. Igazából borzasztó körülmények között 3,5 órát sikerült kint lenni, de ez egy novemberi nap, vagy október vége volt, nem tudom, és körülbelül kétszer olyan nehéz lett a papír a végére a víz miatt, úgyhogy abba kellett hagyni, meg nem is volt olyan hosszú ideig a hold olyan helyen, ahol én ezt láthattam volna. Egyébként a vázlatot készítettél, akkor egy... Na most igen, hogy hogyan lehet, mert a 3,5 óra az rövid, legalábbis elsőre nekem úgy tapasztaltam, hogy ahhoz kell, és ez összesen 15 óra volt egyébként benne. Uh-huh. Hogy elővettem az előttem szóló, által már említett VMA szoftvert, és a pontos libráció, illetve a pontos méreteket kinéztem, és a legfontosabb objektumoknak a jelző pontjait föltettem, egy-egy kis pontoskát arra, hogy ne nagyon tévedjek el. Régebben próbáltam csinálni úgy rajzot, hogy a teljes holdat, úgyhogy elindulok, aztán majd valahol megérkezek. Hát ilyen útvonalakon haladtam, és kiderült, hogy mondjuk egy 20 centis rajzon 5 centi hiba felhalmozódott, mert ugye a látómezőről látómezőre ugrálok, akkor egy idő után sajnos a hiba integrálódik. Úgyhogy kellett egy ilyen vázlat, hogy mi hol lesz. Szóval az első lépésként egy olyan nagyítást választottam, ahol az én eszközeimmel az egész hold pont belefért a látómezőbe. Ez hasznos ahhoz, hogy az alapokat fel lehessen rajzolni. Ez nekem egy olyan 80 és 100-szoros nagyítás között van, ilyen 51 néhány fokos látómezős okulárokkal. Ez a munkának a gyors része. Akkor tényleg csak a legfontosabb részek kerülnek fel, majd 250-300-szoros nagyítás környékén látómezőről látómezőre kell haladni, és a terminátoron értelemszerűen, mert hogyha nem ott megyek, akkor a végére már teljesen máshol lesz a terminátor, odébb megy egy jelentős dolgot, és akkor egy ilyen kis csáli holdam lesz, úgyhogy igyekeztem a terminátor gyorsan végigrohanni, akkor már reggel is lett, úgyhogy aznap vége volt a dolognak. A hold hátra lévő része pedig igazából nem jellemző azért, mert ami nem a terminátoron van, és csak az albedóját lehet berajzolni, mert hát van egy határ onnan. Szerintem egyébként nagyon látszik, hogy hol. Tehát nagyjából itt vannak az utolsó objektumok, amik még árnyékolva vannak berajzolva. Innentől ez már csak albedó térkép tulajdonképpen. De akkor az intenzitás különbség, hogy nem is látunk igazából ilyen árnyék jellegű dolgokat a holdon, úgyhogy ezt már utólag vittem föl. Sikerült fényképet is készítenem aznap éjszaka nyilván a holdról, ezért ezeket a... Tessék, ezért megy, vigyétek. Jó, hozzátok vissza. Sziasztok. Úgyhogy ez így utána lépésenként, tehát 200-250-szeres nagyítás mellett, ami belefért a látómezőbe, azt berajzoltam. Most amiben különbözik, hogy én úgy nem, tehát
nem tudnám bejelölni, hogy mi milyen világos meg sötét. Tehát ezt már sok helyen olvastam, ezeket a szintezést, hanem ahogy haladok jobbról balra, általában vagy balkezes vagyok, akkor úgy rajzolom, és akkor majd vége lesz. Tehát így ez az előzetes tervezés, és utána a kidolgozás fázis nekem teljesen egybe folyik. Tehát a papír egyik fele még szinte fehér, a másik meg készen van. Most megmutatnám azt, hogy mi a másik, ezt megpróbáltam összehasonlítani, de egy képet tudok így elhozni, mert most kezdtem ezt a technikát. Azt próbáltam meg, hogy milyen fénnyel dolgozni, nem árnyékkal. Most ez 5 perc. Tehát az a vének, hogy ezt én kb. 20-25 perc alatt dolgoznám így ki, ez egy vázlat arról, hogy kiveszem a lehet, hogy fénylik, hogy hogyan lehet fehér ceruzával fekete papírra, és ezt 5 perc alatt meg lehet rajzolni. Tehát mert ugye nem az árnyéknak a satírozásával kell tölteni az időt. Ezt láttam, de nem mondom mikor, és lefényképeztem, és utána lerajzoltam most, de ezt tényleg csak azért rajzoltam le, hogy látszódjon, hogy jó, haladni lehet, hogyha a fényt veszük alapul, és nem pedig az árnyékot. Ezt javaslom mindenkinek, mert marha érdekes játék, mert pont fordítva kell gondolkozni, mint ahogy megszoktuk. Ugye? Tehát... Mondhatunk valamit? Mondjatok valamit. Amerikában vannak ilyen emberek egyébként, akik ezt nagyon komolyan csinálják. Én ekkora ilyen egyméteres, meg félméteres papírokra, pasztellel, és így egyrészt a technikával. Azt hiszem többen is, de van egy fószor, aki nagyon komolyan csinálja. Hát ez most nincs kidolgozva egyébként, tehát ne úgy nézzétek, mert ezt csak satíroztam, de hogy így jobban lehet haladni. Ennek az a lényege talán. Milyen eszközök? Ja. Célszerű ezt csinálni? Hát nem tudom. Fekete kartonra. Fekete karton, az igen. Hoztam párat, mert... Igen, igen. Tehát hoztam párat, ugye ez a hagyományos grafit, ez a fekete színű, ez most 8B-s, tehát minél puhább, ugye annál könnyebb vele dolgozni, meg annál többféle effektust lehet csinálni vele. És ez pedig... Nem mondom meg, miből van, a lányomtól szedtem el, és nem adtam vissza neki utána. Ez White Soft Faber-Castell valami. Német valami. Ami érdekes, hogy majdnem olyan, mint a kréta, tehát ha hozzányújtok a képhez, akkor leesik róla. Tehát utána valamivel fixálni kell. Ez meg ceruza, ez nyilván, ez fehér színű ceruza sima. Ez valószínű, hogy kevesebb színt tudtok felvinni, tehát az intenzitás, amit létre lehet vele hozni, az nem olyan fényes fehér, mint egy fehér lapnak a felülete, tehát jó rá kell nyúlni, és akkor nehéz radírozni. De ezek is elég puhák, tehát ezt kézzel majdnem, hogy meg tudom nyomni, úgyhogy hogy a hegye kezd deformálódni. Ezt mindenkinek ajánlom figyelmébe. Mit akarok mi? Ja, meg radír. Ilyen radírja nem tudom, hogy a radír alatt mit értünk, ez nagyon jó. Tehát én ezt ajánlom mindenkinek, mert ennek az a lényege, hogy nem radírozunk, nem húzkáljuk, hanem tunkolunk. Tehát a papír felülete nem. Ezt is főleg grafikusok használják, ez ráragad a grafit a papírra, nem teszi tönkre vele a képet, lehet, hogy már százszor kiradíroztam rajta mindent, és még sincs egyetlen repedése a papír szerkezetén, tehát ugyanúgy lehet rárajzolni, és nagyon kis pöttyöket utólag vissza lehet bele rakosgatni, tehát a kidolgozás akkor itt agyiból áll, hogy egyszerre fölvisszük az albedót és azt a gömbszerű árnyékot, amit Péter is így az elején a kidolgozásnak pont ezt készíti el, és utána egyrészt a ceruzával megadjuk a fényt, illetve a radírral megadjuk az árnyékot, és akkor ezzel a két eszközzel lehet írtó gyorsan ezeket megcsinálni, amit amúgy nekem legalábbis a fekete ceruzával nagy szenvedés volt. Ez egyébként a sima grafit ceruzával is? Ez jó, igen. Ja, úgy érted, hogy most melyik ez a kettő közül, ugye? Ez elvileg hivatalosan ceruzához való, tehát ez... Ezt milyen mi lehet beszerezni? Hát ezt egy hónap ezelőtt megkérdeztem a feleségemtől, mert ő neki vannak ilyen cuccai, de... Szerintem majd megmondom utólag. Művészboltban lehet ilyet kapni. Tunkolós radírt kérek, akkor tudjátok. Tunkolós radírt kész. Valami gyurmának, igen, de valami, azt hiszem németek csináltak először ilyet, és valami ilyen német neve van, de ebben most egyáltalán nem vagyok biztos. Úgyhogy, de ezeket ajánlom a figyelmetekbe kipróbálni, ha valaki még nem használt.
Most meg áttérnek egy teljesen másik dologra. Van még időm? Mert nem, én viszont nem szeretném már tovább. Perc. 3 percen van? Nem, csak vicc. Nem, csak kérdezem. De igazából most már annyira elcsúsztunk. Már mindegy. Most már jó. Tényleg a napom még ott van. Zoli még a napom ott van. Majd. Akkor... Jó, mindegy. Na, akkor addig mondom tovább még, hogy... Hát áttérnek. Akkor rajzolásról ennyit, jó? Nem bánjátok, mert... És áttérnek egy kicsit, hogy megadjam a következő előadásoknak a... az előzetesét egy kicsit digitális jellegű dolgokra, ezek is a szívemhez legalább annyira hozzánőttek, mint a kézzel rajzolt technikák. Ebben próbálok elérni néhány dolgot, programozással foglalkozom, főleg hiába villamosmérnökként végeztem, és idestova 5-8 éve foglalkozom gépilátással és hasonlókkal, és azokat a technológiai eljárásokat, meg azokat a procedúrákat, amiket ott alkalmazunk, azokat megpróbálom bevinni ezekbe a területekre. Hát ugyanúgy, ahogy a általatok megismert képmanipuláló szoftverek, az Iris, a Bulli szoftvere, meg a Registrax csinálja. Próbálok plusz effektusokat létrehozni, és a március 15-i fénykép, ami ugye nem Magyarországról szólt, hanem a Holdról szintén, az már azzal az új technikával készült, de még nincs olyan szinten kidolgozva, hogy programot is oda tudnék adni hozzá, és bárki kezelhetni, mert még jelen pillanatban a konzolról és bonyolult adatok beadásával kell elérni a kívánt hatást. Nagyjából annyit beszélnék róla, aki fotózott már digitálisan a Holdat, webkamerával, meg hasonlók, azt tudja, hogy általában nem egy kép készül, hanem több száz vagy több ezer, és akkor abból leválogatják a legjobb képeket bizonyos paraméterek alapján, és csak azokat adjuk össze. És elindultam egy olyan útvonalon, hogy megvizsgáltam azt, hogy milyen képrontó hatások jönnek be, tehát milyen az az információs közeg, amin áthalad a Holdtól ideérkező fény, mire eljut a CCD panelünkre, és onnan kiolvassuk. És azt tapasztaltam, hogy alapvetően háromféle csúnya torzítás lép fel, amiket szeretnénk kiküszöbölni. Az elsőt mindenki tudja, hogy néz ki. Ez a... Hoppá! Ja, a jelentő falkeresők azért nem megy. Van még egy? Jó. Jó, akkor megpróbálom. Még egy harmadik? Ez lámpa. Az nem maradott. Az nem maradott. Na, akkor ezzel megpróbálom. Na, hát ez nem fog menni. Más színű nincsen? De nem szóltam előre, hogy nem vagyunk ilyen számítógépes. Van lenne a kocsiba rendes tábla, főleg szemben kell. Ó, fekete, ez a legjobb szín. És itt van piros is egyiket, ha azt se szóltam. Jaj, nagyon jó. Tehát csodálatos érzés. Ezt mindenki ismeri, ezt a fajtát, nem rajzolok igazából szépen függvényeket. Ezt ugye a diffrakciós törvény szabja meg, van a csillagunk képe és a csúnya gyűrűk, amiket nem szeretünk, vagy szeretünk, attól függ, hogy éppen mit nézünk. Értelemszerűen nem csak a csillagok esetén lesz ez a diffrakciós hatás, hanem a Holdon is, csak a Hold egybefüggő fölötte miatt nem veszük észre a gyűrűket, hiszen mellette is fénylik. Tehát az első rész az, hogy a fénykép, vagy az a kép, ami jönne a Holdról, az találkozik egy ilyen jellegű torzítással. Ezzel szuperponálódik az eredeti képünk, és lesz egy elmosódott képünk, amiben nem teljesül az általában, hogy minden szomszédos pixel igazán külön információtartalmat hordozna, holott azt szeretnénk. Egy tökéletes képünk akkor van, hogyha minden pixel azt az alatta lévő területet mutatja, nem pedig a szomszédainak az összességét intenzitásban. Tehát szeretnénk azt, hogy annak ellenére, hogy nagyon nagyításunk, és már a pixel méretünk már ezekben a diffrakciós tartományokban van, egy pixel az csak ezt a helyen lévő intenzitás értéket mutassa, ezeket ne. Majd ez lesz ez a célfeladatunk. Van a következő hatás, hát azt nem tudom lerajzolni igazából, az ilyen buborékokat kell rajzolnom a levegőbe, ugyebár mert a levegő az meleg, hideg, ráadásul mozog, még mindenfélét csinál. Az a lényeg, itt kiindulhatunk a centrális határeloszlás tételéből, hogy ha nagyon sok véletlenszerű eseményünk van, akkor az egy normális eloszlást követ. Tehát biztosan tudhatom, hogy egy ilyen harangörbe alakul lesz ennek a szórása. És akkor van a harmadik, hogy béna vagyok, és nekem például az a löcsögős
kinek van ilyen löcsögös kihúzata, hogy eleve a forgatod, akkor még így el is nyaklik. És akkor, hogyha egy ilyen nüansznyit fordítasz rajta, akkor odébb ugrik 10 mm-t az egész rendszer. Na tehát nekem is egy olyan kihúzatom van, és az, hogy éles fókusz, vagy tehát, hogy fókuszban lévő kép, mit tudom én, ilyen nagyításoknál az kuriózum, tehát nekem nem nagyon sikerült még olyat csinálni, ahol azt mondtam, hogy szerintem fókuszban vagyok. Éppen ezért fellép egy ilyen defókuszáltsági hiba is. Az még nagyon egyszerű, hogy milyen alakú, mert ugye van az, amikor túl vagyunk, meg van, amikor túl közel vagyunk, tehát nem a holdra fókuszálunk. Amikor túl közel vagyunk, akkor mindenki ismeri ezt a képet, akinek teleszkópja van, hogy lát egy ilyen holdat, és itt van egy sötét folt. Aztán lehet, hogy már a tartólábakat is látja, hogyha nagyon elfordítja. Tehát tulajdonképpen megjelenik a távcsövemnek maga az alakja. Ha egy kicsit is kitérek a fókuszból, akkor már ugye a kettő között vagyok, akkor valamennyi a távcsőnek a saját képalkotó rendszeréből átjön. Hogyha mondjuk valaki nagyon sokat nyújt, mondjuk két barlót is egymás mögé teszünk, én csináltam már ilyen barlósorozatot, de nagyon elriasztó eredmény született, akkor konkrétan látszik ez az elsötétedés már a fotók, a szingli fotókon is, hogy van a holdam és belül ott a folt valahol, meg ilyen kis tüskék benne. Tehát ilyen hibák léphetnek fel. Ha nem ilyen eszközön van, vagy pedig túlfókusz, tehát a fókusz másik oldalára estem át, akkor pedig nyilván csak egy homály lesz, tehát egy elmosódottság. Ennek a jellemző alakja ugye az, hogy a fókuszban egy éles tüske lenne a visszaadott válasz. Ha meg kikerülök a fókuszból, akkor ugye pedig egyre laposabb helyre egyenletesen szétkenődik a jel. És ami a vége van, ahogy én megkapom azt a képet, az ez a hiba és ez a hiba szuperponálva a képre. És ráadásul ebből van 1000 darab, és még azok még egy geometriai torzítást is szenvednek, ugye egyik egy kicsit balrább került az az objektum, másik kicsit jobbra, szintén a légkör miatt, tehát még egy gaussi effektus bekerül a képbe. De azt nem rajzolom le külön, mert gausszoknak a szuperpozíció az ugyanúgy egy gauss függvény, tehát maradjunk egynél, ez a két hatás ugyanaz. És akkor erre jön az a megoldási kísérlet, hogy aki csinál ilyen fotókat, az használ általában, hogy hívják azt a... miket szoktak használni? A Wang-Sitter dekonvolúciót, az entrópia dekonvolúciót, vagy hasonlókat, vagy egyszerűen csak bizonyos függvényeket, Fourier sorfejtést, vagy akkor abból következően néhány fajta eljárás lehet kitalálni. És van egy eljárás, a dekonvolúciós eljárások, a Hubble alkalmazta nagyon jól, ugye fölötték a Hubble-t a rossz tükörrel, a jó meg itt maradt a Földön, és ezért csináltak, kiszámolták, hogy mik a hibák, csináltak hozzá egy PSF függvényt, tehát egy ilyen képfüggvényt, hogy mi egy csillag képe, és azzal dekonvolválták a képeket sok iteráción át, ezért élvezhetjük meg önben, egyébként nagyon borzalmas, én láttam eredeti fotót, gondolom interneten felelhető, és azokkal meg tűéles kép lett. Ez azt jelenti, hogy a keletkezett képen visszafele haladok, sajnos ez nem egy exaktul visszafejtető dolog, hogyha már szuperponáltam két valamit, ezért iterációnként megcsinálom a szuperponálást, és azokat a különbségeket az ellenkező előjele hozzáadom a képhez, amik felléptek, és egy maradék képzést pedig, most matematikára nem menjünk bele, azt pedig fenntartok. Most ez a maradékkal lehet sok mindent kezdeni. Ez tartalmazza általában a nagy felharmonikusokat, és azt már mindenki észrevette, amikor, főleg amikor mélyeget próbál élesítgetni, hogy a csillagok körül ilyen ronda fekete abroncsok lesznek. Aztán néha az ilyen képek ki is kerülnek az internetre, és akkor igazából lehet, hogy nem annyira szép, mint amennyire akartuk. Tehát van a fényes csillag, és a túl dekonvolvált képen egy vagy akár két abroncs is megjelenik, pontosan emiatt. Na most, amit lehetne kezdeni, az az, hogy ezt a leképezést, ami tulajdonképpen a wavelet, tehát a színuszok transformációja ezen a képen, az egy olyan hibával terhelt, hogy túllövései vannak, és ezek lesznek ezek a mélypontok, azok az abroncsok, és ezek lesznek a holdon is, amik nagyon fehér, illetve nagyon fekete tartományokat idéznek elő. Azt mondjuk, hogy a maradványra, ami tulajdonképpen ez a zajszerű valami, erre illesztünk egy transformációt, ami a magas felharmonikusokat levágja. Ezt amikor például a Európai Hírügynökség is ilyeneket használ, tehát ezt igazából kereskedelemben csak olyan szoftver tartalmazza, ami fizetős, tehát nem tudok nektek olyat mondani, ami nem. De ezt a transformációt megcsináltam, ez volt az első lépést, hogy ezt még kivonom a képből, már jobb lett. Viszont arra azt gondoltam, hogy ha a három jelenséget lemodellezem egy-egy gausszal, tehát ez is kap egy gausszt,
ez ugye megkaphatja tökéletesen a saját gausszát, ez pedig egy pár másik ilyen függvényel modellezhető, és külön-külön ezeket a dekonvolúciókat ezekre a tagokra elvégzem, akkor ez egy jobb képet fog adni. És hát a március 15-én ez egy ilyen kép, és megcsináltam anélkül, meg azzal, és valami különbség van. Az, hogy a paramétereket hogyan kell beállítani, és ezt hogyan lehetne kiszámolni, hogy milyen volt a defókuszáltság, hogy most a bubik hogyan mozogtak, és milyen széles ez a Gauss görbevek, hogy hát ezt ki lehet számolni, mert ezt tudom a távcsövemből, de ezt a kettőt nem, hogy ezekre lehetne valamit kitalálni, azt, ami automatizáltá teszi a módszert, az jó lenne, mert akkor oda tudnám adni mindenkinek. Tehát így eddig még csak ilyen papírszerűző próbálgatás van, és 100 kép közül kiválasztom a legjobbat, és akkor örülök neki. Na hát... Léteznek ilyen a szín matematikai modellezéses egyebek, tehát lehet ezt. Jó, hát valószínűleg igen. Én most a próbál szerencse alapján mentem. Na hát röviden erről ennyit, és akkor be is fejezem. Nagyon szépen köszönjük. Fantasztikus volt a beadás. Oda, vagy már csak a kórában ketten vagyunk. Hát, nem tudom, hogy kérdés esetleg ebben a kapcsolatban. A március 15-i képek fantasztikusak. Még esetleg annyi, hogy hol lehet őket a... Igen. Akkor jó, esetleg annyit, hogy... Különben nem hiszik el semmit. Jó. Okay. Igen, az úgy. Akkor reklámozom a honlapunkat is, mert... Teljesen független egy ilyen baráti össze. Itt legalább jó. Jó. Tehát akkor van egy ilyen kis baráti honlap, ahol egy jelen pillanatban egy 200 amatőr csillagász lehet, hogy még Magyar Csillagászati Egyesületben való belépés előtti fázisban, vagy már utánában. Tehát egy ilyen teljesen szedetvedett társaság, egy honlapot készítettünk, ahol megosztjuk a fotókat meg egymás véleményét, úgyhogy... De hát szeretettel várunk mindenkit, mint tagot is. Pont. Nem tudom egyébként a nevét, úgyhogy lehet, hogy nem fog bejönni. Mert nekem már csak a könyvjelzőkkel kell kattintani. Ez azt jelenti, hogy nem található? Van internetünk egyébként? De nem, nincs internet. Pillanat? Nem, mert nincsen. Lehet, hogy itt valami csak egy ilyen. Ez ilyenkor zajtok, az ugye, hogyha lerakom. Igen. Honnan piszkál. Mindjárt. Tényleg jók azok a március 14-ben. Mégis. Ja, átkezd. Még, Tamás? Átkeredni az internetet. Jöjjön vagyok, mert... Okay. Én is veszettem, nem kell. Még vágunk rá. Most jó. Viszont lekapcsolom akkor. Hát akkor már reklám, akkor legyen reklám, tehát hozzánk lehet csatlakozni, és Tuni, képeket feltölteni. Hello, Szilvia! Mondjuk lefogadom, hogy ez se fog kijönni ugye a diavetítővel, mint ahogy... Berente Béla is fönt van, Béla nem jött van, el. Igen, nem jött el, velünk van a Béla. Igen. Ez az. De most igazából akkor lenne jó, ha láthatnánk, hogy milyen normális dekonvolúcióval és milyen ezzel. Hát neked ezt tetszett, ugye? Igen, meg a Hedley-jelenés. Tehát ez mindjárt. Még igen, Trisnecker. Trisnecker, igen, meg a másikat is. Igen. Ez egy másik kép. Nem, ezen a képen. Ezen túl nagyon sok információ van ezen a képen. Ja, jó, akkor tényleg igen, nagyon. Ja, tehát ez egy panorámafotó jellegű, tehát ez most két látómező együtt. Most ez abban különbözik egy normál webkamerától, hogy ez valós 1280x960-as felbontás, tehát négyszer akkora, mint egy normál webkamera, ez egy ipari CMOS kamera. Igazából pont a Holdra jó,
Na hát akkor azt nem is tudom, micsoda. Oda szállt le az Apollós üzenet. És akkor az ott van nekem? Igen, és akkor március 15-én itt egy kis Peti is rajzolt holdalt. Hoppá, ott van a dóm, mindjárt, az a Bír és a Huilé, vagy hogy hívják azt a tudóst, akiről elnevezték. Itt, igen, és itt van egy dóm, és itt van egy pici kis... Ja? Ja, jó, bocsánat. A vegérre. Oké. Okay. Ja, hagyják akkor. Van az a furcsa alap. Az a... Tehát ez az, igen, az egy dóm, és ott van egy kráter lánc arra, a Archimedes-re mutat nagyjából. Ez. És az, ez... Igen, igen, az egy pici kráterlánc, és az látszik, de... Akkor, hogyha kinagyítjuk, azért valami látszik belőle egyébként. Ez ja, mert ez jobb. Is. Na mindegy, nem is ér, ez az a lényege. Meg Zoli, ezen a részen. Igen? Ez a rész, itt van ez a furcsa alap. Igen. Igen, az a válasz. Igen, meg ott van szintén egy gyenge rinc. Ott a... Igen, az igen. És ott is rengeteg dóm van. Igen. Annyi dóm, és amikor rajzoltam Vírnek a folyói dómjait, ez is egy dóm. Akkor ott kb. 8 dolgot lehet, hogy számolni, iszonyatosan tudom volt. A március 15-e iszonyatosan ugyanazon az iszonyatosan. Mindenki, csak a márciusban észlelt valaki, az mind 15-én. Nagyon jó. Hogy ez azt hiszem 0,4 szögmásodperc egy pixel. 0,4 szögmásodperc egy pixel nagyjából. Hát a álmom az a 0,2 alatti elérése, ha már volt, de ahhoz már más eszközök kellenek majd valószínűleg. Na, mindenkünk. Még volt egy a Ptolemeus Alfonsus árazat fel. Amikor mindegyik rajta van? Talán ez, de ez már nem volt olyan jó, mert köd lett. Beszéljük. Jó az? Igen, igen, ez is. Jó. Bírt az egyenes fal már a Núbiumban ott. Igen, igen. Ja, és akkor még egy, ha már itt most már megmutogatok, akkor még egyet mutatok, ez pedig, ez egy terv. Igazából nem sikerült még jól megcsinálnom. Először úgy gondoltuk, hogy szimultán észleléssel fogjuk valakikkel együtt, aztán megpróbáltam egyedül, az pedig az lenne, hogy a Föld ugye elfordul, éjszaka első felében itt vagyunk, éjszaka másik felében ott, Magyarország észtalaja holdhoz képest akkor egy jó pár ezer kilométerrel odébb kerül, és ez alkalmas arra, hogy sztereóképeket készíthessünk. De nem vagyok olyan ez türelmes, a napi libráció. Nem, igen, a napi librációnak a hatása. Én most, hogyha meg tudom pontosan mondani, hogy a libráció közepén mi vakor van, tehát amikor nincs nálam szemüveg. Ha az elejét meg a végét az ember tudja, és akkor visszaszámol 2 órát, meg előre 2 órát, akkor 2 felvétel, 4 óra különbséggel már nagyon jó ki lehetne mutatni az ilyen domborzati dolgokról. Ez sajnos itt 1,5 órát tudtam várni, mert tényleg ilyen, nem vagyok egy nyugodt ember. De majd egyszer rászállom az időt. Készült, azt hiszem, ennél egyébként frissebb. Lehet, hogy ha esetleg itt maradsz, vagy esetleg még délután meg tudnánk nézni majd. Ja, ez a kutyák. Ez az észlelő kutya. Német. De fekete. Észlelő. Utas egy bélyeget a malában. De ez rajz. Nem az. Nem, látom. M51-et valahol. Ja, de azt az a Nandy csekszem, mert ez 2 hete sikerült long exposítanom egy webkamerát, tehát még semmilyen tapasztalatom nincsen mi égterén, úgyhogy ez az első képek egyik. Ez annyira nem... Jó. 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 Nagyon szépen köszönjük.